dicsőségesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Istennek álló közösségében. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a falunap alkalmával, az ökumenikus istentiszteleten. A kiosztott lapon levő dolgok fognak elhangzani, énekek, imádságok, hogy tudjunk hangolódni Istenre, és tudjunk hangolódni arra, hogy a mai napon áldásképpen adni akar nekünk. Szerintem minden nagyjából egyértelmű rajta, ha valami nem, akkor azt igyekszem elmondani. Az elején lesz egy lelkésztő gyülekezet között egy rövid könyörgés, aztán az éneket. A közös imádság egyszer egy zsoltános imádság, másfelől pedig lesz a közös imádság, amit a lapról felolvasottunk elmondani. Az istentisztelet folytatásában, az igehirdetésben, igehirdetés után ráfelelődik, aztán imádság és úrimádság, aztán lesz polgármester úrnak egy rövid előadása, majd pedig zárásképpen a Rodriguez zenekar fog szolgálni közöttünk, hogy aztán közösen énekelés áldással indulhassunk majd a mai napnak az örvendetes útjára. Legyen velünk Istennek kegyelmet, jó indulata ezen a mai napon is. Így szóval az én Uram az Úr, aki összegyűjti a szétszóródott Izraelt, még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Íme hozzáférjük. 164. dicséretünknek az első versét énekeljük, amely így kezdődik, kegyes Jézus. Megmondatott,
ne kísérj az Urat, a te Istenedet. Amikor mindezek a kísértések véget értek, eltámozott ő az Urat egy időre. Amen. Imádkozzunk közösen. Uram, Téged engedjük a Te végét eszközéért, hogy ahol a gyűlölet van, oda a szeretet vigye, ahol a sérülés, oda a hajlóság teszteljen, ahol a szétutazás, oda a legyengedés, ahol a tévedés, oda a igazság, ahol a képre, oda a hitet, ahol a kétségbe esés, oda a remény, ahol a árnyék, oda a fény, ahol a szomorúság, oda a követet. Uram, a magadhat, mint minden, én igyekeztem vigasztalni, mint hogy vigasztalálja, inkább én követem a megértésre, mint hogy megértés fordhatja, inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényelje. Mert önmagunkat felelve, találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor legyen bocsánatot. És ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen. Foglaljuk el a helyünket és énekeljük a 165. dicséretnek első három verszakát. A 165. dicséret első versét kezdjük itt van, és a köztünk jelentünk a hálát. Jézus így válaszolt neki, megmondatott, ne kísérd az Urat, a Te Istenedet.
amikor mindezek a kísérlések véget értek, eltávolodott tőle az ördög egy időben. Kedves testvérek, a legutóbbi falunak óta sokat találkoztunk, sokat beszélgetünk egymással. Ettől kezd olykor örömteli alkalmakon mosolyt csalva egymás arcára, vagy mosolyogni látva másokat, talán éppen megviccelve a másokat. És ettől olykor mindezt talán korúsabb tekintettel, néha temetőben, gyászban, szomorú napokon. Tehát olykor hivatalosan belép egy hivatalos helyre vagy rendezvényre, olykor pedig beszélgetünk egymással személyesen és barátilag, olykor sokan voltunk együtt és úgy próbáltunk valamire rájönni, valamiről beszélni, olykor pedig is jó azt is megtapasztalni, hogy lehet négy szem közt, lehet testvéri közösségben, csendességben is beszélgetni. Szóval azon a sok mindenkinek sok mindent mondtunk, mert van mondani valunk, talán emlékszünk is rá, hanem akkor most elmondom, erről szólt aznak az ige, hogy az Istennek és az Egyháznak is, és nekünk is személy szerint kell, hogy legyen mondani valunk. Mert van mondani valunk, és hogyha van, akkor azt szeretjük elmondani. Nem állunkodni, nem kifecsegni, vagy kifletykálni, hanem elmondani azt, ami fontos nekünk, ami örömet szerez, vagy éppességgel azt, ami a szívünket mondja. A mai igeszakasztó, amely a mai napig új szövetségi igény a református bibliaolvasók valahol szerint, bennünket a pusztába hív. A pusztába hív is oda-vissza, ahol nem sok szó hallatszik. A puszta most nem a borkömárő kell, hogy jelentse a számunkra, ami már pusztaságnak nézve tudjuk jól, talán mi legjobban magyarok, hogy milyen élet van a borkömáron. Hanem most képzeljük magunk elé tényleg köves, sivatagos, hihetlen, lagatlan és majdnem teljesen élettelen helyet. Ilyen az a puszta, ahol az Úr Jézus kiment. Itt aztán egy biztos, senki nem fog hozzá szólni. A másik dolog pedig, hogy bármi és bármilyen mondandód is van, senki nem ezt nem csinál. Senki nem fog zavarni, senki nem fogja zavarni a köreidet, nyugalmadat teljesen egyedül lehetsz, és pontosan ezért eléggé nyomasztó hely tud lenni a puszta az ember számára. Nem olyan régen láttam egy videó részletet, amelyben egy fiatalember azt dokumentálta, amint néhány napon talán egy éven keresztül arra vállalkozott, hogy csak és kizárólag a lakásában volt, nem tette ki a lábát az ajtón kívülre, még igazából az ablakon sem nagyon nézett ki. Telefonját kívül hagyta, az internetet, a tévét kikötötte arra a hétre, teljes módon megpróbált egyedül lenni. Csak ő maga. A lét szükségleteit persze rendezte, evett, ivott, olvasott, de az aktuális külvilágot megpróbálta teljes mértékben kizárni. Úgy is mondhatnám, hogy a másik ember maga mellől az ember társa teljesen kizárta. Döbbenetes volt látni a változásokat, amik a keresztül ment, amit a dokumentum filmjében, ami saját maga fordított le, igaz, kamerával a házban. Döbbenetes volt látni, és utólag olvasni, hallani, az ő beszámolóját, hogy milyen mélységeket élt meg. Nagyjából három után külső fizikai jeleit mutatta az egyedül létnek a magányosságnak. Valami ilyesmi lehet testvérek az, amikor az ember pusztára megy. Esélye nincs mással beszélni. És mennyire nem szeretjük azt a mindennapokban, hogyha hívunk valamit telefonon, és az nem veszi fel. Mennyire nem szeretjük, hogy többször is csörgetjük. Főleg akkor, hogy bennünk fontos lenne az a hívás. És mennyire nem szeretjük, hogyha valaki nem választ az üzenetre. Elküldjük neki, látja, hogy olvasta, és nem érkezik a válasz. Azt hiszem, testvérek, hogy ezek mind-mind aprók, olykor nagyobb pusztaságok az életünkben, amelyekre próbálunk felkészülni, és amelyeket átélünk. Valami kíváncsiságból néha oda menészkedik, mint ez a fiatal ember, megpróbálhat, hogy milyen is az. De a legtöbben szeretjük messze elkerülni a pusztaságot, különösen a lelki pusztaságot. Ugyanakkor elég gyakran mégis oda kerül az ember,
tömeg emberek ide vagy oda, vannak körülöttem emberek, mégis sokszor érzi magát egyedül az ember. Végig lehet jönni egy hallgatot is, hogy senki sem szól hozzám, és én sem szólok másik emberhez. Jézus nem kíváncsiságból megy a pusztába, hanem akarattal, és ezt választotta igazából 40 napra lakó helyéül, és mindez ráadásul éjjelén szomjon, tehát őtől. Ezzel testvérek, ember életünk egyik legnagyobb nyomorúságát vette magára, az egyedül létet, a magányt. Erre maga az Isten mondja a teremtés után nem sokkal, nem jó az embernek egyedül lennie. És Jézus oda megy, ebbe az állapotba megy, a nem jó emberi állapotba megy. És nem egyszerűen azért, hogy bemutassa nekünk embereknek, hogy na lábán én ilyet is tudok, hiszen én mégis csak az ember vagyok, hanem azért, hogy mi tudjuk ebből a pusztában, nem az egyedülét a legrosszabb, hanem a megtapasztalható kísértés. Pedig a kísértés inkább az élettel teli helyeken tudjuk elképzelni, ahol van mivel, vagy van kivel kísérteni. A tévé, az internet világa azt mondjuk, hogy tele van kísértéssel az ember számára. Időt, becsületet, elkölcsöt, minden próbára tesz is, ott, ahol csak tudsz, aljasul, gárgácsul bennünket. Viccesen azért megszoktuk kérdezni, hogy azért vettünk meg valamit, mert kísértésbe esünk. Nem tudtunk ellenállni neki. Igen, az ember minden helyezve, jó lét világába helyezve a kísértést, csak ott tudja elképzelni. De mi van a pusztában? Egy sokkal veszélyesebb hely a kísértésre. És hogy miért van mindez ott, miért veszélyesebb ott? Egy szóval összefoglalva a kiszolgáltatottság miatt. A kiszolgáltatott ember az, aki könnyen, sokkal könnyebben kísérhető, csak azért, hogy ő ennyit sem a maga baján. Jézus három területen, az élet három területén élte meg a kísértés után pusztában, lennék az éjség, a másik a hatalom, a harmadik pedig a vakmerőségnek a területe. Tudjuk jól, az éjség mindenkit megváltoztat. Hiszen az éjség az egy szükség állapot. Ez egy hiány, amit pótolni kell, és hogyha valaki képes arra, hogy ezt időnek előtt megtegye, tehát felkínál valamit, még mielőtt mondjuk oda jöhetnénk az asztalhoz, akkor gyakran elfogadjuk a hamarabb felkínált étel a lehetőséget. Vagyis van, csak egy kicsi kis édesség, egy kicsi kis csoki az ebéd előtt. És különösen így van ez, hogyha valaki célra, mondjuk a bőjt céljával nem eszik egy időre, biztos vagyok benne, hogy sokkal többet fogják az emberek ismerősei kérdezgetni, hogy mi van vele, miért nem eszel, miért csinálom ezt, sőt, abban is biztos vagyok, hogy sokkal többet fogják a kedves dolgaival kínálgatni őt, hogy minél többször legyen kísértésben. Hiszen a kísértés fő célja nem más testvérek, mint hogy elszakítson minket a Jó Istentől. Hiszen az Isten, sőt, egyedül csak az Isten képes arra, hogy minden hiányunknak minden szükségünket betöltse, akár az kétséget is. A sátán pedig arra akar rávenni bennünket, hogy old meg magad egy kicsit, old meg magad ezt a helyzetet. Add meg magad egy kicsit, csak néhány pár másodpercenek a kísértésre. Ne várj az Istenre! Ne várj mindent tőle! Ne várj azt, hogy majd ő megsegítsen téged. Old meg magad, vedd magad az irányítást. Nem csak enyére az igaz ember mutat rá Jézus arra, hogy a szükségeink egyetlen igazi betöltője senki más nem lehet, csak az Isten. Ő az első, mert ő a menyelet is, ő a menyelet. A hatalom a második terület, ahol a kísértést látjuk. És ez nem az amerikai elnök kísértése, aki bármikor megnyomhatja azt az elképzelhetett valós, mi tudja már ezt a piros gombot, amivel megindítva éppen leállítva a háborúkat, amivel döntve emberek élete sorsa felett. Ez nem csak a pozícióban levőknek a kísértése. Testvérek, az ördög számára az már fél siker, ha azt gondolod, hogy te nem vagy a hatalommal egy kísértet. Gondolj csak vele, hogyha a Földnek az Úr Jézussal próbálkozott, őt próbálta kísérteni ezen a területen, akkor miért gondoljuk azt, hogy velünk nem tenné meg? Neki, az Úr Jézusnak minden felajánlott. Igaz, csak egy szempillantásnyira. Csak úgy felpillantotta előle, a látszatát kellett annak, mint a
az valóban mindaz, ami lenne. Neki mindent felajánlott, hogy ne boruljon előtte, hiszen a kísérő fő célja az, hogy elszakítson minket az Istentől. Akárcsak egy szent villantásra is. Amíg a vaku villan, amíg egy kicsit oda a dicsőség fényébe kerülsz, amikor egy kicsit rávilágít az életed, a ragyogása, a világnak a ragyogása. Jézus a ragyogása és ragyogó válasz azonban előzi ezt a pillanatot, amikor azt mondja, az Urat, a te Istenedet imád és csak neki szolgál. Csak neki. Azt hiszem, testvérek, hogy ez az egy rövid kis szó csak, ami keresztény józanságunknak is, hadd mondjam így, keresztény magasságunknak nagyon jó kulcsszava. Jézus nem magyarázkodik, amikor a meggyőződésről van szó, hanem azt mondja, csak neki, csak az Istennek. Mert testvérek, hogyha valamiről nem vagy győződve, hogy az nem az Isten szerint való, akkor arany is meg annál. Csak neki. Nem kell magyarázkodnod a világnak, hogy te miért nem teszel, miért nem veszel, vagy miért nem teszel a dolgokat, amikor mindenki más, vagy szinte mindenki más így tesz ezen a világon. Csak neki szolgálni. És a harmadik dolog, ugyebár a hatmerőség az az, hogy te mindent megtehetsz, hiszen az Isten az úgyis szeret annyira téged, hogy megmentse, vigyázzon rád, parancsoljad majd az angyalainak, milyen a Bosos Ádám Zsoltán idézettel jön, Isten igéjét idézi. Testvérek, talán ez az az igazság, amely a legjobban ki van csavarva, a legjobban ki van felépve a sátán kezében. Hiszen gondoljunk csak bele, milyen gyakran vádolják meg az Istent, amikor egy-egy keresztény ember, egy-egy úgynevezett hívő ember beteg lesz. De a tessék, lám az Isten ott hagytam, elfordult tőle, csalódja fel az Istenben. Olyan még mi magunk is keresztények, értetlenkedve állunk a dolgok előtt. Mi az, hogy egy hívő ember mondjuk halálos betegséget kap? Mi az, hogy baj éri? Miért nem vigyázott rá az Isten? És úgy hiszem, hogy ez a kifordult igazság ebben a világban nagyon sok kárt okozott, és mind a mai napig nagyon sok kárt okoz. Sok keresztény ember csak azért, hogy bizonyítsa, hogy az Isten igazán és tényleg mindig minden körülmények között vigyáz rá, eléggé vakmerő és bajmeresztő dolgokra képes. Olyan ez, mint amikor az ember szándékosan átmegy az úton a szembe jövő sávjába. Mert hát az út olyan széles, hogy elférünk majd, kerüljön ki. Mert hát az Isten annyira szeretni úgy is megoldja, oldja meg, vigyázzon ránk. Az ember testvérek olyan gyakran átmegy vakmerőségben. Éjség vakalom is vakmerőség a pusztában. Az ördögnek testvérek ez elég ok a kísértésre, de ne legyen ok a mi bukásunkra, sem ma, sem máskor. Ne felejtsük el, hogy kivel bátorkodunk ma is a falunakra elindulni, az élő Istennel. Azzal az Isten, aki nem kísérthető, aki eltávolította magától is, eltávolítja tőled is, tőlünk is, a sátánt minden időben. Azzal az Istennel indulunk ma a utunkra, akit nem tudott a sátán sem legyőzni, sem meggyőzni. És hiszem, hogy vele minket sem tud. Amen. Éhes szóval válaszoljunk Istennek a szavára, 256. ízletet énekeljük, 6. 7. és 8. verseit. Kész már az én szívem, néked. Thank you.
strán, és vonatkozik, hogy nem csak azért, mert láthatjuk, amíg Gulbás Jézus Krisztus pusztában kitartani és dicsőségesen győzelmet aratni, hanem azért, mert tudhatjuk a te szabadról, hogy ez a győzelem a miénk, már itt ezen a földön. Ebbe kapaszkodunk bele, Urunk, a mai napon is, és éltünk minden idejében, hogy bármikor jön a kísértő felénk, tudjuk mondani neki a te igédnek a szavát, tudjuk bátorkodni, a te szavaddal, a te igéddel védeni magunkat. Ne legyünk vakmerőek, ne éljünk vissza hatalommal, és ne vágyunk arra, ami nem a miénk. És tudjuk, hogy ki az első az életünkben, ki az, aki minden szükségünket be tudja tölteni. Kérdés, hogy ezen a mai napon is te légy az, aki a hiányzó dolgokat oda teszed. Sokan sokféle módon készültek munkával, idővel, anyagiakkal, odafigyeléssel, odaszállással. Adunk, hogy a falu közösségünk javára történjen ez, hiszen te készítenni a mi örömünkben, a mi mindennapunkban, a készítenni a mai napunkban, minden részében és pillanatában. Így kérünk, hogy te áld meg a falu közösségünk minden lakóját, áld meg vezetőinket, áld meg a dolgos-szorgos kezeket, te légy a betegekkel, te légy az örülőkkel és te légy a gyászolókkal. Kicsinyekkel és nagyokkal adunk a falu közösségünk minden lakójával. Kérünk téged, hogy kísérj bennünket, illetünk minden idejében, törd meg a sátának hatalmát, hogy rajtunk, és engedd meg, hogy győztesen menjünk tovább, a te tudatodon. Amen. Ti azért így imádkozunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön meg a ország, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben még úgy fölöljön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is nem bocsánatunk az ellenek védkezőket. És ne légyünket kísértésnek, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük el a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Az előadásom része lenne Ramazsa házán olyan,
hatása, amelyeket talán nem tudunk, és nem elsősorban történelmi lépéseket keresztül vezetni, de az út, de szükség van hozzá, hanem olyan érdekességet szeretném mondani, amelyet talán nem sokan tudunk, és talán majd valamikor anekdotává fog ez válni, és azt tudjuk mondani, hogy lám-lám, ez történt Ramazsa házán, de nem vagyunk benne teljesen biztosak, hogy ez így is volt-e. Majd ide szeretnék kivetíteni egy-két képet, és ahhoz fűznék magyarázatot. Tudjuk azt, hogy Ramazsa háza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházától 25 km-re helyezkedik, és először a nevét egy Ramazsa nevezetű úriemberről kapta, ez az egyik felvel, és a másik pedig az, hogy Ramazsa házi Lászlótól eredt a nevünk, aki az 1686-os Budavár visszafoglalásánál hőstetet hajtott végre, és innen beledeztetik Ramazsa háza nevét. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy láttuk az előbb a címerünket itt egy régebbi címmel, ahol ezt a harcos gondolatot jelentette meg. Az új címerünkben is szerepel a kéz, de itt már nem kardot tart, hanem utal a Ramazsa háza jellegére, hogy mezőgazdasági tevékenységből éltek itt az emberek. Ugye itt pedig egy harcászat, egy elég komoly katonai múltat jelenít meg. Innen gondolták azt, hogy ez a Ramazsa házi László az, akitől származik a Ramazsa házi családtól, Ramazsa háza neve. De ez nem egészen egyértelmű, hiszen Ramazsa házán nem egy részből álló településként tartották számon annak idején, hanem több településből, többen emlékszünk még a János falva kifejezésre, melyet én is gyerekkoromban hallottam, hogy Ramazsa házán János falva rész is volt, a két település össze lett csatolva. Ez így is volt, hiszen ettől a dombtól lefelé Székely irányában eredeztették János falva területét egészen ki Székely külső határáig tartott az összes földtelep, és a Ramazsa háziak innen, ettől a dombtól lassú irányba, tehát a főutcán felfelé voltak, erre laktak. A 17. század első felében Ramazsa házának egyik része, történetesen a Székely része, a Babut-végi nevet is viselte, majd nevezték még Ramazsa házát, Ómák Ramazsa házának is. Elég furcsa, hogy mindig máshogy említették a történelem során, és folyamatosan változott a elnevezése. Lakossága nem volt nagy számú, hiszen kis települések élén 250-300, jelentősen a két világháború között ugrott meg Ramazsa háza lakosságának létszáma. Ez a kép a református templomot ábrázolja, ez a második világháború utáni kép, de olyan, mintha egy nagyon-nagyon régi felvétel lenne. Ezt a templomot 1547-től már rendelkezett Ramazsa ház református egyházközséggel, és ezt a templomot úgy építették föl, ennek a templomok helyén állítólag egy cseh-huszita katolikus templomát, majd utána egy facolötös templom, és később építette a gyülekezet az 1797-től 1842-ig lévő lelkész segítségével, akit úgy hívtak, hogy Körfélyfáj József, most 1798-ban
nincsen, ezért a Ramacsanázia nem voltak meg olyan százan, de mégis saját maga költségén, ahogy a tábla is mutatja, elkezdték építeni a templomot, és a méretét pedig úgy határozták meg, hogy ahány lakos van településen, amekkora területet körbe tudnak fogni, akkor lesz a templom. És ezt a tiszteletes módon tudom, hogy nyáron nagy kabáta állnak körbe, hogy minél nagyobb templomot tudjanak ide építeni. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez is mutatja azt, hogy mennyire a közösség, annak idején az egyház kapcsán voltak szerveződve. A tornyot azt később építették 1841 és 43-ban. Ez egy 27 méter magas torony, amelynek nyomait még most is látjuk, hogy egy hozzáépített rész, hiszen a templom falánál nem teljesen tudták egybeépíteni, folyamatosan mozgása a toronynak. Ramacsanázán a másik jelentős épületünk a katolikus templom, amely 1940 és 43 között épült fel. Ez egy viszonylag fiatal templom, hiszen 1700-as évek előtt Ramacsanázán nagy része református volt, és 40 és 43 között tudtak építeni a katolikus hívek maguk a templomot, a Kossuth utca másik, úgymond a kanyar felüli végén, és ez nem közadakozásból épült, hanem érségi támogatása, illetve egy érdekesség, hogy egy budapesti ügyvéd is, aki nyíregyházi földbirtokkal rendelkezett, adományt adott a templom építésére, és ez azt mutatja számunkra, hogy ezek a kis települések, akik itt egymás mellett vannak, folyamatosan egymásra mellett utal, és egymást mindig figyeli. És ez egy nagyon jó dolog, hogy mindig egymásra tudunk figyelni. Régi térképeket szeretnék mutatni, amelyben lehet látni, hogy az a település szerkezet, aki most maga elé tudja gondolni a településünk térképét, fejben elképzelni, látja, hogy az alapjai azok mindig megvoltak, a Kossuth utca, a Fő utca, és van itt egy kereszt a Székely felüli résznél, az egy épület, de onnan lefelé volt, abban az irányban bal oldalra a János falvi rész, és a Ramacsanházán pedig Laskos felé. Az érdekessége, hogy az elnevezés is mindig változott, itt még külön írták, és teljesen máshogy nevezték, ugye Ramacsháza negyben. A részeit is külön jelölték meg, a Bakut véget, illetve János falvát. Ha azokat a kék színezési részeket látjuk, akkor azt is láthatjuk, hogy mennyi víz borította a könyvéket. Ez már egy későbbi katonai térkép. A katonai térképeknek az érdekessége, hogy a Habsburg Birodalom feltérképezett mindent, és innentől maradtak fent nekünk úgymond hivatalos emlékeink. Az 1547-től írott anyakönyvek, illetve a régebbi események feljegyzések, azok sajnos eltűntek a II. Világháború környékén, így az anyakönyvi részt, azt ha jól tudom, az 1700-as évek elejéig tudjuk visszanézni. Ez szintén egy későbbi térkép, már jól látszik a Fő utca és a bal oldalt, az a két jár festett rész az arányítólag, ott még víz állt. Ez pedig a legutolsó, a harmadik Habsburg birodalmi felművés, ez az 1848 utáni állapotokat mutatja. A település szerkezete nem változott, nem nagyon nőtt. Folyamatosan talán a hosszabb bővített két házzal, de nem volt jellemző az 1900-as évekig, hogy olyan nagy mértékű növekedés lett volna. Ez pedig egy tulajdoni
mint egy két Bramcsánházan nagyon-nagyon sok birtokos élt. Éltek itt Petneháziak, Járni család, élt itt Boldavissza család, a Volti család. Folyamatosan adták nemzedékeken keresztül egymásnak a birtokokat, mindig más kézbe került. És itt is láthatjuk kékkel bejelölve ezeket a részeket. Nem nagyon látszik, mert ez egy elég gyenge képvel, ott a pirossal bejelölt részen van a Rancsáháza, aki el tudja képzelni, az a nagy vizes rész, az ott a réntől lefelé nyúló rész. Ennyi víz borította, meg Laskot felé is volt, az Kárkástó a neve, egy rész. Tehát nagyon sok víz állt mindig a környékünkben. Rancsáháza egyik híres szülötte volt Nyárádi Mihály, az általános ismánk is róla kapta a nevét, ő tudós néprajz kutató volt. Azt tudjuk, hogy tőle maradt fent a legtöbb olyan írásos emlék, amely Rancsáháza területét mutatja be, és elmondja nekünk, hogy hogyan örökültek egymás után ezek a földterületek, illetve hogy ki, mikor, hol él. Neki ez egyik legjelentősebb kutatása a Holdi család, Szabolcs-Szatmári, Berek megyei három nemzedéke. Ezt én sem tudtam egészen addig, amíg volt egy pályázat, hogy az általános iskolánk milyen nevet kapjon. És akkor felvetődött Nyáradi Mihály neve. Gás Sándor Eskedes úr talán javaslatára, vagy ő mutatott utána, és akkor derült ki, hogy ki volt ez Nyáradi Mihály, aki néprajzkutató lévén megírta Rancsáházának, úgymond a politika által a területi besorolását, a történetét, hogyan változott, hogyan nőtt. És akkor derült fény arra, hogy igen, itt a református templomban ez a család, azaz a kormányzó, Horthy Miklós kormányzó úr elődjei itt éltek, itt töltöttek a szerepet a református egyház területeinben. A dédapja, Horthy László, aki 1460-ben született, élt itt Rancsáházán, és ő volt a református egyházközség főúrnoka abban az időben. Majd a halálára pontos adat nincs, de azt tudjuk, hogy 92-95-ig volt ő főúrnok itt a református egyháznál. Fia harmadik volt István, 1811-ben már Sárosatokon végezve, Rancsáházán 29-től ő is szintén főkurátor lett, azaz főgondokká választották, és egészen 32-ig viselte ezt a tisztséget haláláig. Nagyon fontos azt tudni, és itt is egy történelmi tény, hogy azért mindig segítették Rancsáházát, és ez az 1802-ben így tud Toronyhoz például a jegyzetek alapján, ő 100 forintot adományozott abban az időben, hogy ez a torony megépüljön. Fontos azt tudni, hogy Rancsáháza volt megyei gyűlések helyszíne is folyamatosan, és Horthy István, tehát harmadik Horthy István, például tábladíró is volt 1840 körül. Ugye a házasságunk révén folyamatosan cserélődtek a tulajdonban, és a Nyáradi Mihály is volt itt, illetve az ő családjának is birtoka, és ugye ő azért próbálta felmutatni Rancsáháza történetét. Amit lehet tudni, ő ezzel a kormányzónak annak idején szeretett volna kedveskedni, hogy bemutassa, hogy azért ez a nemzedék Szabolcsból származik, és akkor sajnos ez nem vedett rá jó fényt, majd a rendszerváltás után pedig azért büntették szegényt, mert hogy ő írt a kormányzó úrról, és ezért került börtönbe is. Negyedik Horthy István következett harmadik István után, aki már gyerekkorát töltötték Rancsáházán, és házasság révén
került be Kerderesre, és a házassága miatt eladta a Ramosházi birtokait. Tehát a Korti család így került ki innen, de hogy mennyire kötődtek Ramosházához, 1970 volt egy tűzvész, ahol leégett az iskola, ez tűzmartaléka lett, és ekkor Korti István, Miklósnak az édesapja küldött 200 korona segélyt szülött fapjának azért, hogy az iskola, amely református iskola volt abban az időben, újjá tudjon építeni, meg tudjon nyúlni. Ez egy Vitézi rendet című angol kivetírás, amely ezeket az értékeket mutatja be és taglalja. Ez megjelent 2010-ben, és én ott úgy kaptam meg, hogy egy történész ismerősöm hozta el, hogy tudjuk ezt, hogy Ramosházat milyen múlttal rendelkezik. Most jelenleg Ramosháza már János falával egyesülve, ugye már talán csak emlékszünk arra, hogy volt ilyen, hogy János falával. Jelenleg Ramosháza 1900-as évektől kezdve már csak Ramosházaként szerepel. Népessége 1930-tól nőtt jelentősen, egészen 1960-ig, amikor is a csúcspont volt a 2000 fő. Jelenleg 1518 és 24 fő között ingázik, és folyamatosan most tagnálja állapotó utat. Bízunk benne, hogy ez így is marad, hiszen a múltunk, amely mögöttünk van, és látjuk, hogy akkor is éltek itt emberek, és folyamatosan tettek azért, hogy Ramosháza fennmaradjon, megmaradjon, akár a többi település, hiszen amint említettem a katolikusoknál, más és földesről is adott támogatást a templomépítéshez. Itt együtt ezen a homokos részen, ahol nehezebb volt mindig megélni, mint olyan helyen, ahol jó, zsíros, ajtalanás földek vannak, mégis meg tudtak maradni, és folyamatosan tudtunk építkezni. Nekünk erre büszkének kell lennünk, és azt a hitet kell menteni a régmúltból, hogy a régmúltban is a jövőnek építkeztek. Mi nekünk is folyamatosan a jövőnek kell építkezzünk, hiszen nem magunknak, hanem az unokáinknak építünk mindent, és ehhez kívánok mindenkinek itt Ramosházán hosszú életet és jó egészséget, és azt a mondást, amivel kezdtem a mondandómat, hogy jó az Isten, mert az Isten mindig meg fog minket segíteni itt Ramosházán is, ahogy a többi településen is, és megerősít abban, hogy munkálkodjunk a saját településünkért, hiszen ez a mi élet helyünk, reméljük, hogy gyerekeink is itt fognak élni, és hogy tudjuk bátran, büszkén a jövőket építeni. És most pedig egy zárásképpen egy videót tekintsünk meg. Ramosháza jelenleg így néz ki. Ez már ugye egy új technológiai, egy drónos felmétel. Ha belegondolunk abba, hogy azok a jövőképek, amilyen állapotokat mutattak, hogy mekkora fejlődés történt a régmúlthoz képest, és még mi vár ránk, lehet, hogy ha élnék 50 év múlva, és újra nézünk a településünket, talán lehetőbb módon ezt nem tudjuk, de mindenre fel kell készülni, és mindenre dolgot kell megtalálni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és tekintsük meg a Ramosházi bátyát. Thank you.
jelen és hozott nem a múltról van csupán szó, hanem a jelenről, meg a jövendőről. Jó azt átélni, hogy a jelen generációja jelen van. Miért mondom azt, hogy jelen van? A jel az mindig valamire mutat. Mi azt értettük meg, azt ismertük fel a gyülekezetben, hogy az életünkből szívvel Krisztusra kell jutasson. Krisztus viszont nem jelik, nem véletlenül helyzetben működött, ahol vagyunk, ahol írunk Ramos a házára. Én hiszem azt, hogy engem sem véletlenül jó ezt megélni, és jó az megélni, hogy a helyiekkel, viszont a jelzés értékű helyiekkel közöttük pedig talán nem megváltozik, hogy sem ezzel egyek, de valahogy mindig erősebb az, amikor a fiatalok tudnak valamit üzenni, mert ők lesznek azok, akikről majd 50 év múlva, vagy 100 év múlva minden reménység szerint a mögöttük, az utánunk jövőről fognak beszélni, tehát a jövőről szeretnénk szólni. Másrészt azért is, mert a remény teljes jövőnk az legalább a világban teljesítik, hanem hiszünk, hogy az örökké valóságban, erre szeretnék egy néhány éneket énekelni. Reménység szerint ki is lesz elvitte. Megvan. Ha nem, akkor segítek, azt fogsa megfelelni. Szabad meg a kénekelni mindig, akkor ismerjük az éneket. Vagy megtanulni közben. Thank you.
szomorú beszélgetéseket kell átéljen az ember, amikor gyászolókkal, amikor bajban levő kellett beszélni. Vigasztaló az, hogy ha minden jól megy és nem rajtunk múlik a sorsunkon Istennek a szent lelkén, akkor mégis az egyik legörvendetesebb beszélgetések ezekből fakadnak, vagy legörvendetesebb üzenetek, amikor valakit megérik, megérzik, hogy az Isten még a halálon túl is Isten. Sokat énekünk ezekben az időkben, ezekben a beszélgetésekben, a gyülekezeti alkalmakban, a lelki próbájban, Jézus lép velem, ezt szeretni most helyen kell a testvérekkel.
elsüllyednék, nem arra figyelt, amire kellett volna. De milyen jó, hogy nem egyedül próbáltam meg a tengert, vagy az óceánt átszelni a vizenyárban, hanem voltak mellette valaki, akik megmentettek. Nem biztos, hogy ezt a valaki hasonló tényleg elhetett volna utána végig a következő ilyen, hogy megmentettél, uram, mit is mondhat még. Thank you.
folytassuk majd a harmadik verszakot, és akkor úgy készülünk az áldásra. Isten szívén megvigyen a forró szívünk. Dicsőség Jézusnak. Áldás.